Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses mindennapokat kívánok önöknek egy legendás előadó művész Charlie dalaival. Az légy, aki van, érez jól magad. És ha elhajózol hosszú vizeken, néhány kikötő még útba ejthető, de úgy is visszaérkezel. Ébredés, változás, ennyi hajnalon től. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még a hisze is gyűrtezel. Ne siess még tudodat, ne siess úgy, mondok valamit. Tükröd hazudik, nehogy elít, hogy a másnak lát. Az légy, aki vagy, érez jól magad, és ha elhajózol hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba érthető, tanítasz minket, hogy az légy, aki vagy. Kedves Charlie, Isten hozott. Nagyon szépen köszönöm neki, jól van volt, amit a hatosságomat, és velem nem. Úgyhogy... De vajon neked sikerült-e megőrizni önmagadat? Én azt hiszem, hogy igen. A sors nekem úgy jött ki, hogy nagyon sokat voltam külföldön. Hullámhegyek, hullámvölgyek váltották egymást. Igen, igen. Mondd, valaki hív még téged Horváth Károlynak? Nem. Nem, ugye? De... Akkor úgy kezdted az életed, hogy Horváth Károly balettáncos, aki Markó Ivánnal együtt kezdte a balettpályafutást. Igen, azt szerettem volna, nagyon szerettem az hogy mondjam, talán még a táncot is nagyon szerettem, majd ebbe a könyve, amit dedikáltam neked, van is ezekről egy pár fotó. Édesanyám az néptánctanárnő volt, akkor még kultúrcsoport volt, úgyhogy van egy ilyen kanásztánc itt a könyvecskében. De hát ami óriási dolog, mert ugye hát mennyi idő eltelt, rengetegen elmentek már a kis kollégák közül, akikkel együtt kezdtünk. Somló Tomi volt a évfolyam társam, egy padban ültünk, ő artistának készült. Maga a suli, az a Bartókos, Bartók zeneművészeti balletti és az artista képzőből állt össze a suli. Hát a szakmai órák azok különbözők voltak. De hát, hogy mondjam, kérdésedre válaszolva, az egy visszagondolva egy csodálatos korszak volt, főleg ezek a gyermekévek. Klasszikus balettosztál? Igazi igen, klasszikus balettot igen, tanultál? Négy évet voltam, hát 9 éves az iskola, 4 évet voltam, szóval betegség miatt abba kellett hagynom, és a Kálmán Etek csodálatos balettmesternő volt, meg az Aszalos Karcsi bácsi már nincsen, ő a néptánc oktató volt, abba kellett hagynom. Nagyon komoly krónikus vesemedence gyulladásom volt, ami hát ugye a balett az állandó fürdés, megfázás. Igen, igen, igen. No, hát a lényeg az, hogy ami nekem borzasztóan örülök, hogy azóta is ez a társaság együtt van, mint ahogy régen is, amikor kisgyerekek voltunk, meg nagyobb bacskák. Úgyhogy összejövünk most már, ha lehet, mindig összejövünk, a gimisek összejönnek, a balettosok összejönnek, bár most megszűnt a kis tália,
az operázzal szemben, ahol Somlóval odahittük a zenészeket, a zenész kollégákat. Nagyon jó hely volt, mert ott az operáz balettosai, meg a operáz zenészei voltak ott, nem bántott bennünket senki, meg a művész emberek, hát ezek a művészek, akiket én imádok, tiszteltem, akkor is és most is. A Dekka zenekarban gitároztál és énekeltél először. Így. Na most, így te igaz. Nem is akartál énekelni? Hát amikor mi így összejöttünk, akkor próbálgattuk shadowzokat, különböző zenekari nótákat, ki tud énekelni. És hát próbálgattam, azt, mindenki megpróbálta. Olimpia lettetek, aztán ugye kisebb-nagyobb sikerek voltak itthon, neked nagy sikereid is, hiszen filmekben is játszottál, ugye Mészáros Márta, Bacsó Péter filmjében. Ja, de aranyos, hogy... De nem sikerült lemez készíteni, és úgy hallottam, hogy a tévébe azért nem engedtek be, mert le kellett volna vágni a hajatokat. Igen, hát elég huligán társaság volt az olimpiai, nekem is ilyen hosszú hajam volt, a Zroba Daninak egy ilyen haja volt. Szóval, úgy néztünk ki, mint egy ilyen rock and roll nyugati zenekar, még talán jobban. És hát amikor nem képernyőre valók vagytok. Igen, amikor volt ez a csánsz, hogy akkor na, most bemehetünk, és mondták, hogy le kell vágatni a sérót. Akkor nem. Mondták többen ugye a zenekarból, hogy hát én nem fogom levágatni, Charlie, te le fogom. Hát mondom, hogy végül is mindenki levágja, én is levágom, de úgy döntöttünk, hogy nem. Tehát voltak ilyen apró senszek, de tulajdonképpen imádtak bennünket, rengeteg klubunk volt olimpiával, azóta is az olimpia fotók vannak kitéve nekem, mert azt imádtam, és már csak azért is imádtam, mert ez egy nagyon jó zenekar volt. Szóval akkoriban te egy másféle zenei stílust szerettél, Ross Stewartot énekeltél, és úgy elvágyódtál külföldre, ami Tátrai Tibor segítségével meg is valósítottatok a New York, New York című dalban. Egy üveg viszki, egy hét után, ez egy nagyon furcsa szombat délután. Egy láb, kitől elválaszt egy fél világ, néhány nap és az óceán, valahol vár. És amire te vágytál, külföldre, el is kerültél. Te elvágyódtál, és sikerült is eljutnod, de New Yorkba is eljutottál. Igen, hát mindenhol eljutottam, és nagyon sok Afrikában valami különleges felszabadultságot éreztél. Azt hiszem, hogy ott ismerkedtél meg először a konga csodájával. Igen, amit igen. Aztán bele is csempésztél hát, a könnyű zenei életbe, ami igen, addig nem volt. Igen, én voltam talán az első. Ja, azt hiszem, én hoztam haza ezeket a zörgő szerszámokat. Én úgy szoktam, hogy a generál időkben nagyon sok minden elveszett belőle, de most az új rock kaféba ott lehet találni a Magyarország első kongáját, odaadtam nekik. Hát nem örökre, mert én nagyon szeretem a régi dolgaimat. Amit Afrikába hoztál? Igen, igen. Oh. Tehát ott van most bent, még talán nem volt megnyitó, ez ott az Ó utca, Nagymező utca sarokról beszélek, az egy csodálatos új rockkafé, és azt hiszem, hogy a nyitóra majd valószínűleg meghívnak, mert ugye ez a Covid most bejátszott itt mindenbe, de hát igen, igen, hát nem csak a konga, meg ez az egész dolog, ott tudtam hozzájutni olyan lemezekhez, ahol,
amit itt van Magyarországon, ugye a rádióból nem hallott. Meg kaptál egy felszabadult életérzést. Afrika az egy életérzés is, nem? Nagyon szerettek bennünket, bárhol mentünk, nagyon boldog vagyok, hogy Isten megáldott olyan zenészekkel és olyan emberekkel mindig, hogy, hogy jó volt muzsikálni kint, és nagyon szerettek bennünket. Bárhova mentünk, tehát nem az volt, hogy szokták mondani, hogy, hogy vendéglátónak mondani, hát menjenek egy Kossuth Díjas zenekar vendéglátozni, három nap után kidobják őket. Nagyon nagy szerencsém volt, és ezt nem csak magamnak köszönhetem, hanem szerencsés voltam, mert voltak olyan napjaim, amikor arra gondoltam, hogy itthon volt a kis Ákoskám, aki most már nagyfiú zenész, ő is, Katikám itthon maradt, a feleségem, és mindig, hogy most már abba hagyom, és hazajövök, és akkor Katika mondta, hogy hát, és akkor mi lesz, hogyha hazajössz? Jó, maradjál, de mégsem maradjál, mert hát te olyan dolgokat csinálsz, amire itthon nincs szükség, itt nincs szükség. Csinálsz egy új zenekart, ki lesz rá kíváncsi, csináld, kint szeretnek, tehát nekünk előre, évekre előre voltak szerződéseink, és komoly pénzeket kerestünk, tehát mi nem az a vendéglátósok voltunk, hogy prígy-prúgy a kis pénzért, és aztán hazamegyünk, hanem egy komoly zenekar volt. Az Olimpia az elején két év, és utána Pannonia Express. Amikor itthon voltál Ákoskával, énekelted neki ezt az altatódalt, hogy könnyű álmot hozzon az éj? Hát... Vagy inkább csak az unokádnak énekelted, Eriknek? Az igazat megvalva, rongyosra hallgatta ezt a lemezt, úgyhogy... Úgyhogy a lemez az borítóval együtt használhatatlan lett, amikor már úgy haza jöttem és rendezgettem azt a rengeteg bakelit lemezt, amit én... Tehát Ákoskának ez volt az altató dala? Valószínű, a Katika biztos, Katikával de én nem, mert nagyon sokat voltam ugye kint, külföldön. Amikor hazajöttem, akkor én nem nagyon szerettem volna neki énekelni. Amikor hazajöttem 2-3 napra, akkor sírtam. Nem tudtad, hogy bepótolni. Igen, ugye? Hát az volt, hogy alig, hogy hazajöttem, ha kocsival jöttem, akkor ugye mit tudom, 4000 kilométer, két hajóúttal együtt, épp hogy beestem az ágyba, egy nap az úgy elment, a második napon pedig, mit tudom, egy kicsit próbáltam apuka lenni, a Katival is rendesen, tehát hogy, és kiderült, hogy még van egy 10 órám, és utána beülök az autóba, és már mehetek, és akkor utána úgy általában eltörött a mécses. Elhiszem, hát akkor most mindannyiunk kedvéért egy kis részet következzék ebből a dalodból, könnyű álmot hozzon az éj. A szürke házfalakra rászokott már az est, valahol felsír még egy kisgyerek. Hallom, az édesanyja dallat csitítja el. Hallgatom, ha nyitott ablaknál, sírom én is énekelem. Könnyű álmot hozzon az én. A 90-es évektől kezdődően, mikorra már hazatelepültél, mert ugye előtte minden volt, generál volt, itthon azért játszottál szupersztárt egyszer-kétszer, de megint elmentél a külföldre. Igen, de külföld, de a 90-es évektől kezdődően letelepettél itthon. Igen, és akkor igen. Töretlen karrier indult el, nem mondd, hogy nem. Hát egyszer egy zenész kollégám, azt mondja, az Ungár Pistike, hát mi a régi kollégák, úgy mindig összejövünk, és kiderült, hogy szükségünk van egymásra,
kiderült, hogy szeretjük egymást, meg szerettük is egymást, és azt hiszem, hogy ő mondta egyszer, hogy te, mert velük is felléptem egy pár alkalommal, az akkori John Bullban, még Somló Tomival is, ilyen utolszilveszter, ezek nagyon jó bulik, mert nagyon jó emberek jöttek ott össze, és akkor nem igazán a fellépés, hanem a társaság. És azt hiszem, hogy ő mondta, hogy te tudod, hogy amit te most mondtál, hogy mit értél el? Mondom, hát Isten, mit értem? Hát csinálom a dolgot, imádom, amit csinálok, megszakadtam, én nem tudom, hogy mit értem. Hát azt mondja, Csárlika, hát azt mondja, egy művésznek azt mondja, két dolog lényeges, hogy szeressék szeresse a közönség, és még a legjobb dolog, hogy még a szakma is szeresse. Na most ezt mind a kettőt elérted, nagy dolog, hogy lassan öreg ember leszek, és még mindig tudok énekelni, szeretem, amit csinálok, és barátság van, tehát még mindig van stenk a fönt a színpadon, tehát lehet látni a zenekaron, hogy lejön valami, hogy mindenki élvezi, hogy nem a pénzért csináljuk, hanem még ez az amatőr feeling, ez még mindig benne van a zenekarban. És a közönség veled énekli azt, hogy jég dupla viszkivel. Jég dupla viszkivel, két dúz és egy jegyel, egy a társaság, igen, egy hogy jól abban megyel, egy a rossz időkre kell, egy hogy jól adudja kell. Az ágyam is kemény, ide, mint a híg a viszkében. Csárli, többször utaltál arra, hogy a Jóisten mennyire segít téged. Ezért is született a Néz az ég felé című dal? Van összefüggés? Hát, mert ugye... ez szerencsés, ennek van egy érdekes... érdekes előzménye volt, elkészült a lemez, tehát föl volt énekelve, föl volt játszva minden, és a Horváth Attila kint volt a stúdióban, és végighallgattuk egy kávéből, hát most már csak össze kell egy kicsit keverni, nagyon jó lett, hát a mi ízlésünk szerint, hogy aztán majd kinek kell majd, de én nagyon boldog voltam. És mondja az Attila, hogy te, Pisti, azt mondja, van még egy dal, hát itt van még egy szöveg. Nézd az a Lehr Pistinek mondta. Lehr Pistinek, igen. Az Attila. Azt mondja, hú, hát ez tényleg. Jó, hát akkor még holnap bejövünk, azt még majd megcsináljuk. És ez nem szerencse? Mert egy olyan dal íródott, ami szerintem egy csodadal. Az egy csodadal. Mind zenében az a zongorázás, amit a Pista ott csinál, az az egész dal egy csoda. Tehát, meg az egész egy útmutatás, hogy ha nincs út se jobbra, se balra, se előre, se hátra, akkor nézz az ég felé. Hát nézz az ég felé. Magam is néz, a szívem el is súly, egy szürke taxi vár, az üveg ajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó, nézi már a táblát, szóba van kiadó, kifizette a számlát. Többet adtam, mint ami jár, mert felhívni téged nem volt idő, csak üzenetet hagyni már. Nézd, nézd az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépem egy felülsz.
szár, néz az ég felé. Sose voltam egyedül én sem, egy számúri vidéken várnak rá. Hazaérek ma éjszaka már. Minden elismerést megkaptál. Liszt díj, Artisius, fonográf, tehát tényleg a szakma ugyanúgy elismer, mint a közönség. Mi a legnagyobb érték számodra az életben? Hát, drága szívem, őszinte leszek. Ezek a díjak, tudnod kell, hogy ha majd egyszer eljössz hozzám egy kávéra, vagy valami, hát én a stúdióba dugdosom ezeket a értékeket. Dugdosom? Igen, igen, nem akarok hivalkodni ezzel. Vannak művész barátok, mert nincs semmi baj, hogy bemész hozzájuk, és akkor mit tudom, a fal tele van, meg mit tudom. Nekem egy része lent van a földön, ami ugye elfér, ott a stúdió mögött van egy kis hely. Ott lett fölkalapálva ezek a dolgok, az a rengeteg platina, gyémánt lemez. Tényleg őszinte leszek, annyi díjam van, de soha az életemben nem gondoltam, hogy ez nekem mind meglepetés, borzasztó jól esik. Már csak azért is esett jól, mert hogy visszagondolva most ezekre a dolgokra, amit megemlítette, tényleg nem akarom felsorolni. Ennek a tízszerese, hogy soha nem gondoltam volna, hogy én nem ezért csináltam, ha nem kaptam volna semmit, akkor is boldog lennék. És a leglényegesebb dolog az lenne, hogy és ez nekem a mottom, hogy egészséges maradjak még jó sokáig, a kollégáimmal, a zenész kollégám tudjak muzsikálni, mert ezt összehoztuk 1000 éve, és szükségünk van egymásra, nem csak anyagilag, baráti és zenei szempontból is. Tehát az egészség, és a másik az, hogy van egy csodálatos unokám, az Erik, aki de nagyon szép kisfiú, nagyon okos, és szeretné, hogy ő látni, hogy felnő, és mit tudom, még addig éljek, hogy mit tudom, megy egyetemre valahova, vagy mit tudom, mert ugye a Katikám már nincs szegény, aki hát beszéltünk róla, ő volt a háttér, ha ő nincs, akkor nincs semmi. Tehát akkor nincs siker. Minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Igen. Hát, hogyha az frankó nő. Hogyha az frankó nő. És a Katika rendkívül szép lány volt, és egy iparművész volt, és még az iparművész karrierét is feladta, miatta van itt azért. Azért úgy visszagondolva, ki tudja, hogy mi lett volna jó, de hát értük dolgoztam. És valójában, ami téged éltet, az a barátaid és a közönség és a családod iránti szeretet. Család, tehát így, ahogy vagyunk, most ugye a kis unokám, a fiam, el vagyunk, van kis, 10 kis cica, mert születtek ugye cicák most, nem lehet őket kidobni, mert most a vidéknek neve van, aranyosak, és én pedig ezért mosok, főzök, takarítok, szeretem csinálni, ehhez értek otthon. Mellékesen énekelsz, meg zenész vagy, igen, de igen. A főfoglalkozás ez, ugye? Hát régen még akartam kerítést is megcsinálni, de mindig összedőlt, nem tudom én. Tulajdonképpen otthon feltöltenek szeretettel, utána kimész a színpadra, ahol ezt a szeretetet továbbadod, és a közönségtől megint visszakapod, úgyhogy ez egy ilyen oda-vissza áramlás, ami boldoggá tesz, igaz? Igen, nagyon jó dolog, hogy igen. De egyetlen dolog nagyon fontos ebbe az egészben, amit csinálok. Ugyanis én nem az a 20
most már nincs az a 24 éves, vagy a 30 vagy a 40 éves energia benne, hogy felszántom a színpadot, még plusz. De hogyha én tényleg meg fogom érezni azt, hogy nem vagyok színpadképes már, vagy valami bajom van, vagy akár a hangom, vagy bármi, akkor ezt abba kell hagyni, mert hogy mondjam, idáig, amiről beszéltél, ez az áramlás oda-vissza, ez egy csodálatos dolog, boldogan jövök haza, és nincs semmi bajom, mert jól csináltam meg, tudom, hogy jól csináltam meg. De hogyha rosszul fogom megcsinálni, és úgy jövök haza, és azt csak én tudom, hogy rosszul csináltam, és én pontosan tudom. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy vannak olyan művészek, akik megcsinálják a dolgot, és azt hiszik, hogy ez jó. Nem jó. Csárli. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok, és én ezt csak azért mondom, mert nagyon szeretem a kollégáimat, az én koroszámeli kollégáimat, akik közül még dolgoznak, sőt, vannak olyanok is, akik már nem dolgoznak, de én addig fogom csinálni, ameddig nem dobálnak meg. Csárli, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, megosztottad velünk a gondolataidat és a dalaidat, és szívből kívánom, hogy minél tovább szerezzél örömet az embereknek, tedd boldoggá a kis családodat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, boldog voltam a felkérésre, és hoztam egy régi könyvet, amit dedikáltam neked, és ebben van egy kis életút, amiből esetleg tudsz választani. Nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek is köszönjük, hogy velünk voltak, és reméljük, hogy önök is feltöltődtek Charlie szeretetteli dalaival, mert egészen más a világ, hogyha szeret. Hogyha szeretsz, akkor szeress, ne csak kicsit, szeress nagyon. Hogyha szeretsz, akkor szeress, tiszta szívből, így akarom. Ha félig szeretsz, az mit sem ér, aki félig szeret, az félig él. Ha félig kevés, nem alkuszom, mindent vagy semmit, az egészet akarom.